Május 5-én a hajnali órákban készült ez a felvétel Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán. Egy ismeretlen beül az Opelbe, felgyulladt a tolatólámpa, majd kikanyarodik és elhajt. Az autó nem a sofőré volt, ellopta azt. Az autó tulajdonosa a Facebookon számolt be az esetről. Kerestük, nem szeretett volna kamera elé állni, de azt üzente. Mindkét gyári kulcs nálam volt, az autó csukva volt, és nem tudom sajnos ki lehetett. A videón kívül sajnos semmit nem tudok. Nyilván ki lehet, el lehet intézni a kocsit egyébként kulcs nélkül is nagyon hamar, de itt az elég feltűnő, hogy tényleg nagyon köcre elindult a jármű, és eltulajdonította az elkövető. A videót a tulajdonos engedélyével megmutattuk a rendőrségi szakértőnek is, aki azt mondta, egy eset is sok, de szerencsére a megyében nem jellemző az autólopás. Szerencsére az elmúlt években jelentősen visszaesett az autólopások, hogy a járműnken sejvetelnek a száma, így Nyíregyházán is. Ez országosan is így van egyébként, de gyakorlatilag azt lehet mondani, megyénkben elhanyagolható ezek a deliktumok. Különbséget kell tenni autó önkényes eltulajdonítása és autólopás között. Az előbbi, amikor használatra valaki beül egy autóba, elmegy vele A-ból B-be, majd kiszáll és ott hagyja. Autólopásnak minősül, amikor haszonszerzés céljából tulajdonítják el, és egyben vagy alkatrészként értékesítik. Általánosságban elmondható, hogy nem egyszeri bűncselekményről van szó ezekben az esetekben, hanem szervezetten művelik ezt a tevékenységet. Az elmúlt időszakban ilyen bűnszervezetek felderítésére is volt példa. Elég gyakran megtalálják a gépjárműveket. Nyilván, hogyha szétszedik alkatrészekre, akkor ez bonyolítja a dolgot, de erre is volt példa egyébként az elmúlt években, hogy ilyen hálózatot derített fel a rendőrség, hiszen azt tudni kell, hogy aki gépkocsit lop el abból a célból, hogy a szétszedje, az nem egyedi esetet takar, hanem ez egy sorozat jellegről beszélhetünk. Ebből is voltak felderítéseink. De a büntetési tétel az általában sok mindentől függ. Nyilván a sorozattól, meg bűnszervezet, meg vannak különböző minősítő körülmények, de azért ezekben az esetekben általában a bíróság szabadságvesztést szokott kiszabni, miközben letöltendőt. Országosan összesen 320 lopott autót tart nyilván a rendőrség. A statisztikák szerint kicsit kevesebb, mint a felét megtalálják a rendőrök. A megyék rangsorában a 12. helyen áll Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, tehát nem jellemző ez a fajta bűncselekmény.